A muszlim kisebbséghez tartozó Szevil Sajdek, 52 éves közgazdászt, korábbi regionális fejlesztési minisztert javasolt a román miniszterelnöki posztra a december 11-i választásokon győztes szociáldemokrata párt. Ha Klaus Johannis államfő elfogadja a PSD javaslatát, először lesz női és muzulmán vallású kormányfője Romániának. A 45%-os támogatást szerzett szociáldemokraták elnöke Liviu Dragnea, Priusa révén nem igényelhette magának a posztot.